egy jó mérkőzést tudtunk játszani a Teplicsével. Az első fél idő az övéké volt, mert sokkal több helyzetet alakítottak ki. A Kovács Zolinak több nagy bravúrja is volt, viszont a második fél időben szerintem feljebb volt a játékunk, és át tudtuk néha menni a kezdeményezést, és a végén szerencsére tudtunk nyerni. Ez volt az első győzelmünk az edzőtábor alatt, de ilyenkor nem mindig az eredmény számít, hanem az, hogy taktikailag azokat, amiket gyakoroltunk edzéseken, mennyire tudjuk átvinni a meccsekbe. Az első fél idő végén álltam be, és úgy érzem, hogy jól szálltam be. A második fél idő közepe vége fele volt egy nagy helyzetem. Megpróbáltam átemelni a kapust, de sajnos egy 20 centi hiány kimaradt ez a helyzet. Úgyhogy én elégedett voltam ezzel a teljesítménnyel. Ez a 10 nap az edzőtáborban arról szólt, hogy egy kicsit az erőnlétből visszavegyünk, és a taktikai dolgokra koncentráljunk. Ugye az erőnléti dolgokat, azokat az első két hétben otthon megcsináltuk a hidegben. Itt a jobb időben inkább a taktikára koncentráltunk, és ezeket próbáltuk meg bevinni ezekbe az edzőmeccsekbe. Úgyhogy igazából erről szólt ez a 10 nap itt az edzőtáborban, hogy ezeket fejlesszük és tökéletesítsük. Már nagyon várom a tétmeccseket. Az első meccsünk az a Magyar Kupában lesz, az Zalaegerszeg ellen. És hát nem kell mondanom, hogy mennyire fontos ez a meccs. Be akarunk jutni a döntőbe idén is. Most viszont meg is akarjuk nyerni. Úgyhogy az első lépcsőfok most az Zalaegerszeg, és azt meg kell nyerni, azt a meccset. Utána jön a Videóton rá egy hétre. És hát nem lesz könnyű meccs, de azért készültünk egész télen, hogy az ilyen meccseket, mint a Videóton, meg az utána lévő a Fradi, ezeket meg tudjuk nyerni.